Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió esti híradója január 30-án kedden. Látogatási tilalmat rendeltek el a Győri Kórházban, a kafatériából is fizethető mostantól a diákhitel, és 8-2-re verte a bajnoki éllovas Berettyó Újfalut a Rábaeto futsal csapata. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk, hogy melyek lesznek ma esti kiemelt híreink. Heteken belül indul a választási kampány. Híradónknak Győr aljegyzője mondta el a legfontosabb tudnivalókat az április 8-ai szavazásról. Február 15-ig lehet jelentkezni az egyetemek és főiskolák szeptembertől induló képzéseire. Jelentkezni elektronikus úton lehet. A fiatalok bizonyítási lehetőségére fektette a hangsúlyt az Eto FC Győr az Alkufer kupán. A zöld-fehérek a dobogón akarnak végezni az MB2-ben. És felhős, hűvös idő ígérkezik térségünkben. Adásunk végén jövünk a részletekkel. Heteken belül indul a választási kampány, alig több mint két hónap múlva pedig az országgyűlési választás is lezajlik. Híradónknak Győr aljegyzője mondta el a legfontosabb kérelmek benyújtási határidejét és a legutóbbi választások óta életben lévő változásokat is. Április 8-án tartják a 2018-as magyarországi országgyűlési választást. A kampány 50 nappal előtte, vagyis február 17-én indul. A választópolgárokat február 10-e és február 19-e között értesíti arról, hogy a választójogi névjegyzékbe felvételt nyertek, és hogy erről egy értesítést küld számukra. Ezt az értesítőt valaki nem kapja meg, vagy pedig elvesztette, akkor a helyi választási irodától kérheti ennek a pótlását. A választópolgárok február 19-e és március 5-e között adhatják le ajánlásokat a jelölő szervezeteknek, illetve a független jelölteknek. A voksolást megelőzően a választópolgárok több jelöltet is támogathatnak, de egy jelöltet mindenki csak egyszer segíthet aláírásával. Az érvényesítéshez pedig a személyazonosító szám szükséges. Április 8-án arra is lesz mód, hogy valaki ne az állandó lakcím szerinti körzetben szavazzon, de ekkor is csak a saját körzetében érvényes listára adhat le voksot. Március 31-e az a határidő, ameddig lehet kérni azt, hogy külföldön szavazhassa, tehát hogyha a szavazás napján én nem tartózkodom Magyarországon, akkor a külképviseleten adhatom le a szavazatomat, de ennek feltétele az, hogy március 31-ig ez az igény beérkezzen a választási irodához. És április 6-a az a nap, ameddig a választópolgár kérheti az átjelentkezését, azaz, hogyha nem abban a településen, nem abban a választókerületben kíván szavazni, ahol egyébként a lakóhelye van, ez április 6-án 16 óráig kell ezt a kérelmét benyújtani, akár elektronikusan, akár személyesen, akár írásba a választási irodába. Április 6-án szintén 16 óráig lehet a mozgó urna iránti kérelmeket is leadni. Ez a lehetőség a mozgásukban korlátozott személyeknek segít, hogy éljenek a szavazati jogukkal. A legutóbbi választás óta nagykorúvá vált személyeket várhatóan idén is ajándékkal várja az iroda. Általában a Nemzeti Választási Iroda valami kisebb ajándékkal szokott készülni az első szavazóknak, tehát ez egy emléklap szokott lenni, vagy egy matrica. Erről még idén nincs információnk, de az elmúlt 25 év gyakorlatában talán egyszer fordult az az eset elő, hogy az első szavazók nem kaptak valamilyen ajándékot. Viszont itt fontos felhívni arra a figyelmet, hogy az első szavazó az, aki az utolsó választás vagy népszavazás óta lett nagykorú. Fontos még kiemelni, hogy a választás napján mindenképpen szükséges, hogy érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya legyen mindenkinél, aki szeretné leadni a voksát. Ettől az évtől kezdve már nem minősülnek főállású kisadózónak azok a vállalkozók, akik nappali közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak. Ez azt jelenti, hogy januártól havonta 50 ezer helyett mindössze 25 ezer forint tételes adót kell fizetniük, tájékoztatott a NAV. Az érintetteknek jelezniük kell az adóhivatal felé, hogy nappali tagozaton tanulnak. A kisadózó vállalkozásnak csak akkor kell bevételei után a tételes adón felül fizetnie, ha éves bevétele több mint 12 millió forint. Látogatási tilalmat rendeltek el a Petszaladár megyei oktatókórház több osztályán az influenza járvány miatt. A tiltás a kardiológiai, a neurológiai és a belgyógyászat szubintenzív részleget érinti. A betegekre való tekintettel az intézmény vezetősége kéri a látogatási tilalom betartását.
Akár napi jeggyel is lehet parkolni február 1-től a parkolóházakban és a mélygarázsban Győr belvárosában. Változik a tarifa is. A Dunakapu téren például 100 forintot kell majd fizetni egy óra parkolásért. A Győrszól szerint a módosítások miatt várhatóan növekedni fog az autók forgási sebessége, így kevesebbszer fordulhat elő, hogy egyetlen szabad helyet sem találnak az autósok. Egyre többen használják a belvárosi parkolóházakat és a mélygarázst Győrben. A létesítményeket üzemeltető Győrszól szerint naponta több száz autó fordul meg ezekben. A február 1-én 0 órától életbe lépő változásokkal azonban még tovább emelkedhet ez a szám. Mostani intézkedésnek az a célja, hogy lehetőség szerint a telített parkolóházakban az autók lehetőleg gyorsabban forogjanak, és ennek pedig az lesz a hozadéka, hogy hamarabb fogunk helyet találni majd a létesítményekben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csütörtöktől mind a parkolóházakban, mind a mélygarázsban 60 perc, azaz 1 óra lesz a díjszámítás alapja. A Jókai parkolóházban változatlanul 200 forint lesz a tarifa, míg a Révai utcában 100 forintot kell fizetni 1 óra megállásért. És az eddigi 50 forint helyett ennyibe kerül majd a parkolás a Dunakapu téri mélygarázsban is. Újdonság és nagyon nagy kedvezmény az autósoknak, hogy mindhárom létesítményben február 1-től megjelenik a napi díj. Ez pedig azt jelenti, hogy a Révai parkolóházban 400 forint per nap, a Jókai és a Dunakapu mélygarázsban 500 forint per nap díjért lehet parkolni. Bővült az úgynevezett peremkerületi bérlettel igénybe vehető parkolóhelyek száma is, amelynek részleteiről és a további változásokról a Győrszól honlapján találnak részletes információkat. Február 15-ig adhatják le jelentkezéseiket azok, akik szeptembertől valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. A középiskolás végzős diákokra és a mesterképzésre jelentkező hallgatókra is ez a határidő vonatkozik. A felvételi jelentkezési lapot elektronikus úton tölthetik ki a tanulók. Már a Széchenyi István Egyetem az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye. Körülbelül 15 ezer hallgató folytatja itt tanulmányait a középiskola után, az eddigi tapasztalatokból kiindulva pedig várhatóan idén is több ezren akarnak majd ezen az egyetemen tovább tanulni. A paletta széles, 9 kar, 76 szakából választhatnak a tovább tanulás előtt állók. A jogi kartól a közgazdaságtudományi karon át, a műszaki karokig, ugye gépész, informatika, villamosmérnök, járműmérnök, műszaki menedzser, környezetmérnök, építész, építő, közlekedésmérnök, az egészség- és sporttudományi karnak is számos népszerű szakja van, az Apáczai Csere János karon a gyógypedagógia és a tanító is szintén nagyon népszerű. Sokan választják a művészeti és a jogtudományi kar nyújtotta lehetőségeket is, az egyetemen pedig vannak olyan szakok, ahová elengedhetetlen az emelt szintű érettségi ahhoz, hogy felvételt nyerjen a tanuló. Emelt szintű érettségi kell például az építészmérnöki osztatlan és építészmérnöki alapképzési szakokhoz, a nemzetközi tanulmányokhoz, a szociális munka alapszakhoz, a szociálpedagógia alapszakhoz, illetve a jogászosztatlan képzéshez is. Díjmentesen 3 szakot jelölhetnek meg a továbbtanulás előtt állók, jelentkezni azonban már csak február 15-ig lehet, ugyanez a dátum vonatkozik a duális képzésekre is. Ezen felül egy plusz lépésként április 30-ig meg kell tenni a vállalati jelentkezést a Széchenyi István Egyetem felvételi oldalán keresztül, a felvételi.ce.hu-n a duális képzés menüpont alatt. Itt tudják kiválasztani azt, hogy mely szakra jelentkeztek, és minden szakhoz megvan, hogy ki a vállalati partner, illetve kik a vállalati partnerek, hiszen szerencsére minden szakhoz 4-5 vállalati partner van, akihez lehet jelentkezni duális képzésre. A ponthatárokat várhatóan július 25-én hirdetik majd ki. Idén már a kafatériából is fizethetik a diákhitelesek a tartozásukat. Az összeg kizárólag banki utalással fizethető, a kölcsönt viszont nem csak az alkalmazottak, hanem közvetlenül a munkáltatójuk is törlesztheti. A kafatériából havonta legfeljebb a minimálbér 20%-a mehet diákhitelre. Győrben és Sopronban is meg lehet majd nézni a Testről és lélekről. Enyedi Ildikó Oscar-díjra jelölt filmjét országszerte 39 moziban vetítik majd újra csütörtöktől. Az alkotó közleménye szerint már több mint 105 ezeren látták. A Testről és lélekről tavaly a 67. Berlinálé mutatkozott be a közönség előtt, ahonnan az Aranymedvével, a fesztivál legfontosabb díjával távozott, és azóta is járja a világ filmfesztiváljait. A filmet eddig 92 országban vásárolták meg a forgalmazók. 8-2-re győzte le a bajnoki éllovas Berettyó Újfalut a Rábaetó futsal csapata a hétfői játéknap rangadóján.
A zöldfehérek mindkét fél idő elején gyors gólokkal lepték meg ellenfelüket, amivel gyakorlatilag eldöntötték a meccset. A második etap első perceiben háromszor is betaláltak egyetlen perc alatt. A magabiztos győzelemmel az Eto továbbra is a második a tabellán, és már csak egy pont a hátrányuk a Berettyóújfaluval szemben. Az Eto FC Győr a hatodik helyen végzett a 16. Alkufer kupán. A csapatot idén az U19-es korosztály képviselte. A bajnoki rajt előtt egy hónappal azonban a lényeg a játékon volt, valamint azon, hogy a fiatalok bizonyíthassák képességeiket. A februári szezon rajtnál ugyanis ők is segítségére lehetnek a felnőtt csapatnak. Az Alkufer kupák rendszeres résztvevője az Eto FC Győr csapata is. Idén is kihasználták a teremtorna lehetőségeit, és beépítették a felkészülésbe a nagy hagyományokkal bíró kupát. A csapatot azonban utánpótláskorúakkal képviselték. Olyan jelentősége, hogy meg tudják magukat mutatni felnőtt ellenfelek ellen, és ez a teremtorna is megmutatja azt, hogy kikre tudunk a továbbiakban számítani. A felkészülés persze célok nélkül nem ér semmit, így hát azok is már elég konkrétak a bajnokság folytatása előtt. A felnőtt csapatnak mindig az a célja, hogy a legjobban szerepeljen, minél közelebb legyen az első, második, harmadik helyhez. Az utánpótlásunknak pedig az a célja, hogy minél több játékos tudjunk az első csapat keretébe adni. A zöld-fehér csapat a labdarúgó MB2 hetedik helyéről várja a február végi bajnoki folytatást. Január 25-e és 28-a között 5 debreceni helyszínen zajlottak a Diákolimpia összevont labdajátékok országos döntőjének küzdelmei. A négy napos versengés során az Audi Eto utánpótlás bázisának számító győri Bercsényi iskola lányai nyerték meg a kézilabdásoknak kiírt kupát. Az Audi Eto KC utánpótlás képzése eredményesen működik. Ennek legújabb bizonyítéka, hogy a Debrecenben rendezett 5.-6. korcsoportos lány kézilabda Diákolimpia aranyérmét ismét megszerezték. A Bercsényi csapatából Lacová Barbora kapta a legtechnikásabb játékos, Rót Kálmán pedig a legjobb felkészítő tanár címét. Ez a Diákolimpiának az A kategóriája, tehát itt igazolt sportolók szerepelnek. Nagyrészt a különböző NB1-es kluboknak az utánpótlás csapatai vesznek részt rajt. Itt volt például a Dunai Város, a Ferencvárosnak a bázisiskolája, és hát a Nemzeti Kézilabda Akadémia, amelyik két csapattal is bejutott, hiszen nekik több iskolával van kapcsolatuk. A diákok között sok játékos már felnőtt csapatban is pályára lépett, többen közülük szinte állandó kerettagnak számítanak. Ezért is volt nehezebb dolga a Bercsényi is lányoknak. Azért volt nehéz, mert a felnőtt csapatunk Bukarestbe játszott BL mérkőzést, és a három kulcsemberünket nem tudtuk elvinni, Pál Tamarát, a Fentáler Sárát és Varga Emőkét, tehát nélkülük kicsi tartalékosabban kellett menni. Ennek ellenére meg tudtuk nyerni ezt a tornát, ez egy óriási bravúrnak számít, és én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk azokra a lányokra, akik ott voltak. A játékosoknak azonban itt még nem ért véget a sorozat, hiszen még ebben az évben nemzetközi szinten is bizonyíthatnak. Még van egy nagyon komoly feladatunk az idén. Az iskolánk miután az előző évben is megnyerte a Diákolimpiát, felkérés kapott a Magyar Diáksport Szövetségtől, hogy képviseljük az országot a katari középiskolás világbajnokságon. Mivel tavaly Franciaországban aranyérmet szerzett a csapat, így február 20-án címvédőként utaznak a világbajnokságra Ázsiába, hogy bizonyítsák a magyar női kézilabda utánpótlásának erejét. Heteken belül indul a választási kampány. Híradónknak Győr aljegyzője mondta el a legfontosabb tudnivalókat az április 8-ai szavazásról. Február 15-ig lehet jelentkezni az egyetemek és főiskolák szeptembertől induló képzéseire. Jelentkezni elektronikus úton lehet. A fiatalok bizonyítási lehetőségére fektette a hangsúlyt az Eto FC Győr az Alkufer kupán. A zöldfehérek a dobogón akarnak végezni az MB2-ben. Ma is utána néztünk, hogy milyen kikapcsolódási lehetőségeket kínál térségünk. Tömördi Szabina már is mondja, hogy mit nem érdemes kihagyni. Szia Szabina, mit ajánlasz nekünk szerdára? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Flash Salon lesz Moson Magyaróváron. Bence Ilona és lánya, Mayer Gabriella az öröknők témában tart zenés pódiumbeszélgetést szerdán este 6 órától a Flash központban.
aztán téli filmnapok Tatabányán ezúttal egy amerikai filmdrámát lehet megnézni. A floridai álomban Brooklyn és Cserfes barátai a turista paradicsom árnyékában töltik a nyári vakációt, amit lehetőségekkel teli kalandként élnek meg, olykor észre sem véve azt, hogy a körülöttük élő felnőttek a mindennapi élet nehézségeivel kénytelenek megküzdeni. Floridai álom szerdán este 6 órától a Vértes Agórájában. Aztán ősember Kálói Molnár Péter előadása Győrben, a darab stand-up comedy stílusban, szókimondóan és szórakoztatóan a párkapcsolatokról és a klasszikus női-férfi szerepekről szól. Az egyszemélyes show műsor szerdán este 7 órától látható a Melház színpadon. Most pedig, ahogy ígértük, nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Felhős időjárás várható szerdán az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében, csapadékra azonban nem kell számítanunk. Szerdán hajnalban plusz 2 fokot mutatnak a hőmérők, reggel pedig 6 fokot mérhetünk majd. Felhősen indul a nap, és felhősen is folytatódik, szerda délutára is marad a vastagabb légréteg, 6 és 8 fok között alakul a nappali maximum hőmérséklet. A szerda este már enyhén felhős, kicsit tisztább időt ígér, az eget is láthatjuk majd, 4-7 fokot mérhetünk majd a nap végén. A folytatás viszont cifrább lesz, ugyanis jön egy kis szél és egy kis csapadék is északnyugatra a hosszú távú előrejelzések szerint. Csütörtökre mondanak változóan felhős esős időt a meteorológusok, reggel és este 2, napközben pedig plusz 6 fokot mérhetünk majd. A péntek naposan, de szelesen alakul az előrejelzések szerint, reggel és este plusz 2, napközben pedig 7 fok várható. A szombat már csendes, napos időt hoz a térségbe, sem csapadékra, sem pedig szélre nem kell készülni. Reggel és este 1, amíg napközben 5 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió január 30-ai adását látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb szerdán este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra! Thank you.